Egy szőlőfürtöt formáz a fellépők névsora a Szüreti Szemezgető című rendezvénysorozat plakátján. Nem csak itt érhető tetten a szervező, Pabics Mihály Kulturális Központ kreativitása, hanem a szervezésben, valamint a sokszínű műsortev összeállításában is. Minden korosztály számára kínálnak különböző zenei stílusú koncerteket szeptember 17-e és 20-a között. A szabadtéri rendezvényt Szekszárdon a Vármegyeháza udvarán rendezik meg, a járványügyi protokollt betartva, mondta el Zsikó Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója. A Vármegyeháza udvarán be lehet tartani és tartatni azt a jogszabályt, ami ugye a zenés táncos eseményekre vonatkozik, ami ugye kimondja, hogy 500 fő alatti rendezvényeket lehet ebben az időszakban megszervezni. Ugye a Vármegyeháza udvarán betartható és nyomon követhető ez az 500 fő. Az 500 fős korlát minden résztvevőre, így a szervezőkre, fellépőkre és a vendégekre egyaránt vonatkozik. Ennyien tartózkodhatnak összesen a helyszínen. A szájmaszk viselése és a kézfertőtlenítés is kötelező minden belépő számára. A szervezők azokra is gondolnak, akiknél véletlenül nincs orrot, szájat eltakaró szövetdarab. A Szüreti Szemezgető rendezvényen a szüreti napoktól eltérően nem a borászatok dominálnak majd, hanem a sokszínű zenei programok. Ha mi most a Béla Király térre boros pavilonokat állítunk fel, és étkes sátrakat állítunk fel, akkor nem tudjuk garantálni a jelenlegi formájában azt, hogy ott biztosan ne legyenek 500 főnél többen. Így azt gondolom, hogy ez a nyitott pincék éjszakája, és ez a kiváló rendezvénysorozat, ez jól ki fogja tudni egészíteni egymást. Olyan neves zenekarok lépnek majd fel a szüreti szemezgetőn, mint a Swing Bistro, Éliás Gyula Junior és zenekara, Balogh Kálmán Gypsy Fusion, Tom Petty és barátai. Sőt, a Cinege Madár Gála műsort is megtartják, ahol a népzenei verseny döntősei lépnek majd fel. A rendezvény ingyenes.